Szinte egész nap pattogott a labda a Kálóci téri teniszpályákon, az első páros lábtengó bajnokságon. Hat pályán zajlottak a küzdelmek, és a kissé hűvös idő ellenére szép számmal gyűltek össze párosok, hiszen összesen 22 duó regisztrált a versenyre. Az ország minden tájáról, Kecskemétől, Szegedről, Budapestről is jöttek. Úgyhogy több kategóriában versenyeznek, mert a Lábtenisz Szövetség is megkeresett, hogy az eszéki világbajnokságra válogató versenyként írjunk ki egy profi versenyszámot. A résztvevők között akadtak ismert arcok is, mint a korábbi válogatott labdarúgó Vince Otto öccse, Gábor, vagy a Győri Audiató KC edzője és gyúrója, Danyi Gábor és Cseh Zsolt. Mi az amatőr kategóriát próbáljuk megostromolni, illetve talán úgy fogalmaznék, hogy próbáljuk kihasználni a lehetőségünket és minden meccsen jól érezni magunkat. Több kategóriát is hirdettek a szervezők, ám a profik úgy döntöttek, nem játszanak ilyen hidegben, így az amatőröké lett a főszerep. A plusz 100-as korosztály küzdelmeit, ahol a pár életkora meghaladta a 100 évet, a Lakatos László Csupor Ferenc duó nyerte, míg a 100 minuszost a Tölgyesi Botond Kalocsai Géza kettős.